Reggeli Monitor. Mikor kedden Lázár János tarifarendszer váltása a helyi közlekedésben című sajtótájékoztatóján bemutatta a tarifareform legújabb változásait, akkor azt az ajánlatot tette, hogy amennyiben a főváros vállalja, hogy minden járatán elfogadja az ország és vármegye bérleteket, akkor a Budapest bérletek továbbra is érvényesek lesznek a Volán, a MÁV és a HÉV eddig érintett járatain. És erre a főpolgármester úgy reagált, hogy szerinte jó az ajánlat, bár a legfontosabb kérdés az az lesz, hogy miként számolnak el a közös bérletbevétel. Ön szerint mikorra lehet ebből valódi megállapodás? A Budapest bérlet egy hosszas egyeztetési folyamat eredményeként jött létre 2011-ben. Én vezettem még ezeket a tárgyalásokat a fővárosi oldalról akkoriban. Azóta tudnak a budapestiek a bérletükkel a vonatokon és a volánbuszokon is utazni a főváros területén belül. És 2016-ban, amikor a híveket és az akkor még BKV és agglomerációs buszjáratokat, amik mondjuk Budakeszire, vagy Gyálra, vagy Pécerre mennek, amikor ezeket átvette a Magyar Állam és a Volánbusz, azóta lett még fontosabb, hogy legyen közös bérlet, hiszen csak ezzel a Budapest bérlettel lehet utazni ezeken a járatokon. Az a megállapodás, ami a Budapest bérlet használatát és egyébként sok más jogot biztosított a fővárosnak ezeknek a HÉV és agglomerációs volánbusz járatoknak a kapcsán, az december 31-én a tavalyi év végén lejárt. Szerintem a főváros itt egy picit elaludta a helyzetet, nekik ezt tavaly nyáron, tavaly ősszelején kellett volna észlelni, lejár a szerződés, sokkal jobb tárgyalási pozícióban tudtak volna Lázár Jánossal tárgyalni és megállapodást keresni, és talán eredményesebben is tudták volna a főváros érdekeit ebben érvényesíteni. Mondom ezt persze úgy, hogy az a hozzáállás, amit Lázár János miniszter úr részéről látunk, az szerintem teljesen elfogadhatatlan. Tehát az a fajta ilyen Budapest ellenes vidék, Budapest konfliktust kiélező hangulatkeltés, amit ő ez ügyben csinál, az szerintem nem teszi ezt az országot egy jobb helyé. Tegnap a debreceni sajtótájékoztatóján ugye úgy fogalmazott, hogy micsoda igazságtalanság az Debrecennel szembe, hogyha valaki vesz egy debreceni bérletet, akkor az nem érvényes az ottani volánjáratok van a városon belül, míg a Budapest bérlet igen. Na most, ha ezt valaki igazságtalanságnak látja, akkor Debrecenben kell megoldani az ottani bérlet működését, nem szétverni a budapestit. Nem lesz attól jobb a magyar vidék helyzete, hogyha a fővárosban is elrontjuk azt, ami már itt működik. Na most bejelentette a miniszter azt is, hogy ezek az új bérletek, országos meg vármegye bérletek az ajánlat szerint érvényesek lehetnének Budapestre, és fordítva a Budapest bérlet. Hogy látja, ez mennyire megvalósítható? Az, hogy ez mennyire megvalósítható és mennyire reális elképzelés, azt jól mutatja, hogy Lázár János mellett ebben a pillanatban, amikor ezt bejelentette, ott áll Debrecen polgármestere Papp László, és mégse jelentették be azt, hogy a vármegye bérletek érvényesek lesznek Debrecenben, pedig ugye Debrecen egy fideszes vezetési város, jóval kisebb, mint Budapest, jóval egyszerűbb lenne egy ilyen megállapodást tető alá hozni, mégse sikerült ez. Miért? Elég, ha egy példán elmagyarázom talán, és érthető lesz. Ma mondjuk Érdről, ha valaki Budapestre ingázik, akkor kell venni egy vármegye bérletet 9450 forintért, és egy Budapest bérletet a metró villamosok használatára 9500 forintért. Ha két számot összeadjuk, akkor ugye kiderül, hogy lényegében 19.000 forintot költ valaki a havi bérletre, a kétfajta állami és fővárosi havi bérletre, hogy ingázzon az agglomerációból Budapestre. Hogyha a vármegye bérletek egyszer csak egy csettintésre érvényesek lennének Budapest területén, akkor ennek a bevételnek a fele kiesik, hiszen akkor 9500 forintért lehetne utazni a budapesti hálózaton és az agglomerációba is. Akkor ki fogja kipotolni ezt a bevételt? Az én számításaim szerint évente kb. 20 milliárd forint bevétel kiesést okozna. És akkor ez csak egy probléma a sokból. Tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen átfogó reforma az egyrészt sok pénzbe kerül, másrészt nagyon-nagyon sok egyeztetés, csak sok hónapnyi számítás és szakmai munka kell hozzá. Én nem látom, hogy ez igazán március 1-ig megvalósulna. Persze jó lenne, ha ez teljesülne, és lenne egy regionális közlekedési reform, ráférne az elővárosokra. De azt hiszem, hogy ezzel veszélyeztetni a Budapest bérlet jövőjét, az felelőtlen lenne. Szerintem a helyes megoldás most az lenne, hogy a Karácsony Gergely és Lázár János abban állapodnának meg elsőként, hogy a Budapest bérletet nem szüntetik meg március 1-től semmilyen szín alatt. Ez ad nagy olyan biztonságot a budapesti utazóközönségnek, hogy tudhatnák azt, hogy érdemes megvenniük mondjuk az éves bérletet. Ne felejtsük el, hogy most januárban beszélgetünk már, az éves bérleteket a BKK árulja. Hogy vásárolhat valaki mondjuk, aki a Békásmegyeri lakótelepen lakik éves bérletet úgy, hogyha nem tudhatja, hogy márciustól az érvényes lesz a HÉV-re, és februártól pedig már a havi bérletek, ugye mindig ilyen 30 napos csúszóérvényességű bérleteket árul a BKK. A februártól eladott havi bérletek, azok pedig már márciusban belógnak majd egyre nagyobb mértékben, hogy telnek a napok. Tehát lényegében itt két héten belül ki kéne a megoldást dolgozni ahhoz, hogy az utasok ne érzékeljék ezt a problémát. Tehát én szerintem az első lépés az lenne, hogy a korábbi megállapodást helyreállítva a Budapest bérlet érvényességét a fővárosi utasok számára biztosítja. Egy nagyon fontos problémát említett itt meg a finanszírozást, ami a főpolgármester szerint már most is vérzik, és ott is hiányoznak pénzek. Eddig ugye ezen is vitáztak sokat. Mire számít itt mondjuk a megnövekedett igények mentén az országos bérletekkel kapcsolatban? Mert itt napi jegyek
jegyek is lesznek, amik a töredékébe kerülnek egy normál napi jegy. Hát ha valaki azt mondaná, hogy az összes vármegye és országbérlet meg ilyen termék érvényes Budapesten, az körülbelül 20 milliárd forint árbevétel kiesést jelentene összességében rendszer szinten, és ezen túl előállna az a probléma is, hogy mivel a vármegyebérleteket és az országbérleteket a MÁV adja el, az a kérdés is felmerülne, hogy az ebből befolyó bevételeket hogy osztják el a szereplők, tehát ki mennyit kap belőle. Ez egy olyan bonyolult elszámolási vita is, egy olyan nagy szakmai munka ezt kidolgozni, hogyha még pénz lenne rá, akkor is hónapokig tartana. Szerintem, ha meg a pénzről is vitatkozni kell, akkor nagyon nehezen látom, hogy Lázár János úgynevezett ajánlatából, hogy lesz itt egy-két héten belül megoldás. Én azt gondolom, hogy sokkal egyszerűbb és reálisabb lenne visszatérni ahhoz a megállapodáshoz, ami működött az elmúlt években. Ami több mint 10 éve kiválóan szolgálta a budapestieket, ami biztosította azt, hogy Budapest bérleten lehet utazni a híveken, az agglomerációs buszokon és a vonatokon. És igen, ha ez 1 vagy 2 milliárd forinttal az infláció mai számai mellett többet kell a fővárosnak fizetni, akkor szerintem az lenne a reális döntés, hogy a főpolgármester erről megállapodik. De most ezt elkezdeni kiterjeszteni az országos vármegye és egyéb bérletekkel való összevonásra, én félek tőle, hogy ez csak egy még nagyobb vitát fog eredményezni az eddigieknél is. Jó, ahhoz akkor nem kíván hozzászólni, hogy egyébként ezek a bérletek kiterjesztése úgy országosan milyen anomáliákat szülhet egyszerűen az elégtelen eszközpark miatt, tehát olyan tömeges igény keletkezhet, mondjuk most országosan, akár a vasútra, akár a buszokra, hogy van erre megfelelő infrastruktúra, megfelelő eszközök? Ez már megtörtént tavaly május óta a vármegye meg az országbérletek működnek, okoznak valamekkora zsúfoltságot, de az látszik ebből, amit egyébként szerintem sejthetni lehetett volna előre is, hogy azért a magyar tömegközlekedéssel nem az a legnagyobb baj, hogy drága, hanem az, hogy nem elég jó. Akik ma nem választják a magyar tömegközlekedést, és most ez alatt a MÁV-ot, a Volánt, vagy akár a BKK-t is érthetjük, azok minden kutatási adat szerint nem azért nem választják, mert azt mondják, hogy nekik olcsóbb lenne autót vezetni, ez általában nincs így, hanem azért, mert az átszállások száma, a menetidő, a kényelem, a közbiztonság számukra nem elég jó. Tehát ha pénzt költünk is, arra szeretnénk pénzt költeni, hogy jobb legyen a tömegközlekedés, többen használják, akkor valószínűleg nem azzal fogjuk a legnagyobb eredményt elérni, hogy még olcsóbbá tesszük, hanem azzal, hogy jobbá tesszük a szolgáltatás minőségét. Ez a tanulság az elmúlt egy év tarifareformjainak, a megyebérlet bevezetésének, és szerintem ez a mostani változás is ezt okozná, csak hogy egész konkrét legyek. Sziget-Szent Miklósról akkor se fog több ember bejárni tömegközlekedéssel, hogyha nem 19 ezer forintot kell fizetni, hanem 9 000-et, mert a probléma az, hogy a hív 40-nel megy és fél óránként jár, és megbízhatatlan, és 50 éves vonatok járnak ott. Tehát ezeken kell változtatni ahhoz, hogy kevesebb autó jöjjön be Budapestre.